Az elméleti tesi órákról nemrég a Népszava politikai napilap közölt egy cikket, melyben azt írták, hogy a belügyminisztérium javaslata alapján azokban az iskolákban, ahol a tornatermek szűkössége vagy hiánya miatt nem lehet szakszerűen megtartani a heti 5 testnevelés órát, ott legyenek elméleti tanórák, például tanítsanak a diákoknak sporttörténetet. Jaj, igen. Az mondjuk olyan szempontból nem rossz, hogyha megtanulják például a kézilabdának vagy a focinak a játékszabályait, de azért gyakorlatban is próbálják meg a gyerekek. A belügyminisztérium erre nem sokkal később közleményben reagált, melyben azt írták, hogy az elméleti képzés nem fogja kiváltani a gyakorlati oktatást a tantárgyon belül. Hozzátették, hogy ugyan létezik ilyen elméleti ismereti rész, de ez csak azokra vonatkozik, akik érettségi vizsgát kívánnak tenni a tárgyból. A kormány egyébként a 2012-2013-as tanévtől vezette be a mindennapos testnevelést, erről is kérdeztük az emberek véleményét. Nem ad testmozgás, mert én futballoztam sokáig, úgyhogy egészséges. Az jót tesz. A legtöbben az egészség miatt tartják helyesnek a kötelező napi testmozgást. Én nagyon régen jártam iskolába általánosban, de akkor is helyesnek tartottam. És ma is ugyanúgy. Ez a véleményem. És miért tartja helyesnek? Hát a mozgás végül, tehát az egészség megőrzése érdekében kell, hogy mindenki mozogjon. Fiataltól kezdve az idősig mindenki. A kötelező napi testnevelés alól heti 2 alkalommal korábban mentességet élvezhettek azok, akik valamilyen sportkörbe jártak, esetleg néptáncoltak. Azonban nemrég ez a szabály szigorodott, a jövőben kizárólag a versenyengedéllyel rendelkező tanulók kaphatnak felmentést akkor, ha a tanóra a 0., az első, az utolsó vagy utolsó 2 tanítási órára esik. Én szeretem a testnevelést, nekem nincs bajom vele. Szerintem az a véleményem, hogy hát a mindennapos a sok, szerintem. De amúgy szerintem jó. Az állami szerv a tornatermek hiányára is reagált. Tájékoztatásuk szerint a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program első és második ütemében az elmúlt időszakban 44 tornatermet adtak át, a harmadik ütemben további 45 létesítmény előkészítő munkálatai folyamatban vannak.